estét kívánok, ez az Aktuális. Beszállt a népszavazási kampányba a Munkáspárt. Szerdán a sajtó munkatársain kívül a lakosságot is a Békéscsabai Korzó térre várt a Türmer Gyula, hogy kifejtse véleményét a kérdéskörben. Többek között erről is beszélgetünk a pártelnökkel ma esti adásunkban. Üdvözlöm! Jó estét kívánok! Nem olyan régen egy rádió beszélgetésben azt mondta, hogy a kvóta referendum az elmúlt időszak legfontosabb belpolitikai eseménye, amikor ugye a választók a magyar függetlenségről mondhatják el a véleményüket. Gondolom, hogy ezért jöttek Békéscsabára is, hogy ezt a véleményüket fejtsék ki. A Munkáspártnak valóban az a véleménye, hogy ez egy nemzeti kérdés. A népszavazás önmagában is fontos, hiszen a kormány bennünket kérdezett meg. Ez nem minden nap fordul elő. És nem egyszerűen megkérdezett, hanem a döntést ránk bízta. Akarjuk, hogy jöjjenek a menekültek, vagy nem akarjuk. Ezért nekünk az a véleményünk, hogy pártoktól, meggyőződéstől, hittől, mindentől függetlenül el kell menni, és nemet kell mondani október 2-án. Ugye azt is mondja, hogy ez egy nemzeti kérdés, ezért is van az, hogy beálltak a kormányzópárt véleménye mellé, és a nem mellett kampányolnak? De amikor a népszavazást kiírták, akkor mi megkérdeztük az embereket. Mi nem a Fidesz és nem a kormány álláspontja mögé álltunk be, hanem azt akartuk megtudni, hogy az emberek mit gondolnak. És amikor azt láttuk, hogy az emberek többsége nemet mond, és részt is akar venni a népszavazáson, akkor a Munkáspárt egyértelmű álláspontja az volt, hogy igen, el kell menni, és nemet kell mondani. Az emberek érzik azt, hogy ez valóban valamennyiünket érint, és nem csak azokat a megyéket, amelyek délen vannak, és ahol elsőként jöttek tavaly előtt is a menekültek, hanem az ország egészét. És a függetlenségünkről is beszélünk, hiszen ha elfogadjuk azt, hogy az Európai Unió a saját akarata szerint ránk erőltessen döntéseket, akkor holnap majd más döntéseket fog ránk erőltetni. Nem ilyen Európai Unióba akarunk élni, hanem olyanban, ahol a nemzeteknek, a népeknek szavuk van. Azért, hogyha az elmúlt időszakban egy kicsit így visszanyúlunk, akkor nem igazán volt még erőteljes az a kampány, amit önök mondjuk országszerte folytattak. Hogyan próbálják a lakosság véleményét mondjuk befolyásolni? Munkáspárt helye az utcán van, mi megyünk az utcára, ahol emberek vannak, ott mi is megfordulunk. Úgyhogy én rengeteget járok piacra, rendezvényekre, fesztiválokra, falunapokra, mindenhol az emberek megfordulnak, kérdezzük őket, elmondják a véleményüket, és természetesen mi is elmondjuk, hogy mi támogatjuk a népszavazást, és mi nemmel fogunk szavazni. Ugye ma Békéscsabára érkeztek azért, hogy ezt a véleményt hirdessék. A megyében lehet-e még számítani arra, hogy mennek máshova is, illetve az országjárásnak mondjuk melyik állomása volt most Békéscsaba? Békéscsaba után a nap folyán ugye Gyulán is látogatást teszek, és hát a terveink szerint el fogunk látogatni a többi nagyobb városba, és Orosházára is, Gyomaendrőre, Szarvasra, Békésre. Mi szeretnénk, hogyha a megyében mindenütt tudnának a Munkáspárt véleményéről. Az országjárás egyébként Szegeden kezdődött, azért éppen Szegeden, mert Csongrád megyét érintette a menekült hullám elsőként. De már voltunk Borsod megyébe, a héten még Baranyába is készülök, jártunk Győr-Sopronba, Kecskeméten is megfordultunk, úgyhogy szinte mindenhova eljut a Munkáspárt. Az ilyen lakossági fórumokon, utcafórumokon mennyire tudják megszólítani az embereket? Mennyire mennek oda önökhöz, mennyire keresik önöket, mennyi kérdésük van mondjuk esetlegesen? Én azt látom, hogy az embereknek igényük van arra, hogy valahol elmondhassák a véleményüket. Szóval ma nem nagyon kérdezik meg az embereket arról, hogy na, hogy vagy. Vagy ha megkérdezik, akkor igazából mennek is tovább. Mi megkérdezzük, hogy hogy vagy, hogy érzedek magatokat, mit gondoltok erről a kérdésről, és mi ezt a véleményt képviseljük. És örülök, amikor az emberek szemében látom, hogy igen, ők ezt értékelik és támogatják. A mi népszavazási álláspontunk az találkozik az emberek többségének értékelésével. Ugye azért a friss közvéleménykutatások azt is mutatják, hogy nagyon sok és egyre több a bizonytalan szavazó. Mit gondolnak, mondjuk nyilvánvalóan a nagyobb pártok jobban vagy nagyobb tömegeket tudnak megszólítani, önök azért lássuk be egy pici párt. Mennyire tudják önök megszólítani a lakosságot? Hát hála önöknek is, hála más televízióknak, hála a médiának, azért eljut a véleményünk máshova is. Látnak bennünket a Békéscsabai utcán, a Gyulai utcán, a Pécsi utcán, a Budapesti utcán, tehát tudnak a véleményünkről. Én rimánkodom minden politikai erőhöz és médiafórumhoz, aki ebbe
illetékes, hogy ne bizonytalanítsák el az embereket, bízzák az emberekre a döntést. Az emberek okosak, tudják azt, hogy mit jelent befogadni idegeneket. Hát ha mondjuk Pestre hozzánk följönnek a vidéki rokonok, akkor hát egy-két hétig jó, hogy ott vannak, de azt mondják, hogy nálatok fogok lakni, akkor már nem biztos, hogy olyan nagyon örülnénk. Pedig ők is magyarok és húsvér rokonok, de ennek ellenére sem. Most mit tudnánk kezdeni rengeteg külföldivel, idegennel, más kultúrák képviselőivel? Valószínűleg semmit. Ugye hétfőn a miniszterelnök a parlamenti felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az ország visszautasítja a migránsokat, akkor Brüsszel a baloldali városokkal állapodik meg. Itt említette Zuglót, Szegedet, Salgótarjánt, hogy itt oszthatják szét a menekülteket. A munkáspárt mit mond erről, mi a véleményük? Ugye a miniszterelnök úr ezt nem maga találta ki, ugye az Európai Parlament elnökének, Schulz úrnak volt egy olyan kijelentése, amely azt mondta, hogyha visszautasítják egyes országok a menekültek befogadását, akkor vannak olyan baloldali önkormányzatok, amelyek majd szívesen látják a menekülteket. És aztán a jó Isten tudja, hogy miért Szeged jutott az ő eszébe, de Szeged neve valóban elhangzott. Most ugye a furcsa helyzet az, hogy az MSZP ugye voltaképpen örülne a menekülteknek, mikor viszont szembe kerül vele Szegeden vagy Salgótarjánba, akkor ő maga is kénytelen az emberek akaratát figyelembe venni, és természetesen nemet mondani. Hát azért az MSZP a kvóta referendumot visszautasította. Tehát azt azért tegyük hozzá. Tehát nem mondták azt, hogy szeretnék, hogyha mondjuk Szegedre vagy Salgótarjánra érkeznének migránsok. Természetesen ez nem az ő véleményük volt, azért az Európai Unió, Európai Parlament elnöke adta kvázi a magyarországi baloldal szájába, de én szerintem az MSZP is akkor lett volna következetes, azt mondja, hogy ez egy lényeges kérdés, ezt meg kell válaszolni, el kell menni a népszavazásra, és nemet kell mondani, ahogy Szegeden, meg Salgótarjánban nemet mond az emberek többsége. Azért, hogyha mondjuk egy picit a migráns kérdésről eltávolodunk, illetve visszamegyünk egy-két évet, ugye a 2014-es választás után már azt mondták, hogy elkezdik a következő választásokra a felkészülést 2018-ra, ugye már majd túl vagyunk a felén ugye ennek a ciklusnak. Most hogy látja a munkáspárt helyzetét ilyen szempontból? Mi azt látjuk, hogy a munkáspárt iránt megnőtt a figyelem. Nagyon sok időközi választás van, és könnyebb ma ajánlásokat gyűjteni, mint volt korábban. Könnyebb kimenni az utcára, piacokra, az emberek szívesen fogadják a véleményünket. Mi úgy döntöttünk, hogy indulunk minden időközi választáson. Az idén már több mint 70 választás volt az országban. Ebben vannak kisfalvak, mint mondjuk Somogy megyébe Jákó, nem a múlt héten, vagy Salgótarján, ami nagyobb város, vagy Dunai város, és a munkáspárt ezeken indul. El tudunk indulni, ami nagyon fontos dolog, azt jelenti, hogy össze tudjuk gyűjteni az ajánlásokat. És legutóbb például Jákó községben 6%-ot kapott a munkáspárt. Nem mi adjuk a polgármestert, de azért elég komoly ismertségre teszünk szert. A célunk az, hogy itt Békés megyébe is, és az ország mind a 106 választókerületébe lehessen majd szavazni 2018-ban munkáspártra. Tehát lesz munkáspárti jelölt. Lehet, hogy mondjuk erről még picit korai beszélni, de milyen eredményt remélnek? Tehát mi a céljuk a 2018-ban? Mi választási lehetőséget, alternatívát kívánunk az embereknek kínálni. Az emberek többsége úgy van vele, hogy már szavazott az egyik parlamenti pártra, és szavazott a másikra, és most esetleg szavazna egy harmadikra. Mi azt mondjuk, hogy nézz körül, nem csak ők vannak. Bátran válasszál más pártot is, és itt van a munkáspárt, amely 27 éve a dolgozó emberek mellett áll. Szavazz most ránk. Ugye a népszavazási részvételünk is azt mutatja, hogy igen, egy jó kérdésben az emberek álláspontját tudjuk képviselni. Tehát mi szeretnénk a lehetőséget megteremteni, mert ez tőlünk függ. És hát utána reméljük, hogy az emberek nagyobb számba fognak ránk szavazni. Ugye említette, hogy visszatérve egy picit a mai fórumra, hogy ugye mennek Gyulára, mennek Orosházára, illetve itt Békés Csabán is voltak, tehát ez azt jelenti, hogy itt azért vannak gyökerei a munkáspártnak. A megyében mennyire tudnak esetleg még alapozni a szavazókra, mennyire tudnak mondjuk pártot építeni Békés megyében? A munkáspárt itt erős Békés megyében, mindig is voltak jelöltjeink a választókerületekben, indulunk önkormányzati választásokon is. Tehát jelen van a megye politikai életében a munkáspárt. Én azt látom, hogy elég sokan jönnek ugye a
30-40-es korosztályból. Tehát olyan emberek, hogy megtapasztalták ezt a mai világot, és azt mondják, hogy a szüleink jobban éltek, mint hogy élünk mi most. És ami legszomorúbb, hogy van, aki azt mondja, hogy most már tudom, hogy mi nem fogunk soha jól élni, mint ahogy egykor a szüleink éltek. Az emberek biztonságot, kiszámítható, jelent jövőt szeretnének, és várják, hogy a munkáspárt ebbe segít. Mi meg megpróbálunk segíteni. Mit gondolom, milyen eszközök szükségesek esetleg ahhoz, hogy erősíteni tudjanak még? Tehát mondjuk azon kívül, hogy ugye kimennek az utcára, megszólítják a lakosságot, mi az, amivel még tudják vonzani az embereket? Hát nekünk harcolni kell természetesen a mai világ manipulációival. Az embereket ma mindennel befolyásolják. Hát ugye az ember látja a reklámban, hogy ilyen mosóport választhat, megválasztott egy másik mosóport, miközben tudjuk, hogy még van 100 másik mosópor is. A pártoknál ugyanez van. Tehát megpróbáljuk az embereknek megmagyarázni, hogy nem csak az van, amit látnak a televízióban, van más is, van munkáspárt, rá is érdemes szavazni. És megpróbáljuk őket bátor lépésre, gondolkodásra biztatni. Abból indulj ki, amit látsz magad körül. Ha nyertél az elmúlt 25 évben, akkor szavazz, amire akarsz. De ha nem lettél milliómos, akkor ne a milliómosok pártját választ. Itt az utcán is az emberek, hogy bizonytalankodtak, hogy elfogadják-e a Szabadság újságot, azt kérdeztem tőle, hogy csak akkor fogadj el, ha nem milliómos. Szóval nem vagyok milliómos. Na látja, akkor ez a maga újsága. Ezzel meg lehet fogni az embereket? Az emberek igen, mert nem milliómosok, és nagyon nem szeretik az emberek, hogy nekem 115 ezer minimumból kell megélni, mások meg ugye 100 ezreket vagy milliókat keresnek. Szóval igazságosságra, rendre, fegyelemre, törvényességre van szükség az országban. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm. Ez volt az aktuális. Adásainkat és műsorainkat a behir.hu oldalon is megtalálhatják. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!